büszke New York-i amerikai vagyok, minden New Yorkhoz köt a családom, az életem, de mostantól van egy második otthonom is, ez pedig Budapest. Ezt mondta az M1-nek adott exkluzív interjúban a hamarosan távozó amerikai nagykövet. David Kornstein arról is beszélt, hogy beleszeretett Magyarországba, amelyről az amerikaiak sajnos csak nagyon keveset tudnak, és az esetek többségében csak rossz híreket hallanak. Ezért küldetésének tekinti, hogy ezen változtasson. A nagykövet úgy fogalmazott, az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata ma jobb, mint valaha, és büszke arra, hogy ehhez ő is hozzá tudott tenni a munkájával. A távozó amerikai nagykövettel az M1 vezető külpolitikai újságírója Bende Balázs beszélgetett. Nagykövet úr, most fogja befejezni magyarországi kiküldetését, és hát azt kell mondom, hogy a legtöbb magyar, szinte minden magyar nagyon örült annak, hogy ön itt volt Magyarországon. Segítene nekünk megérteni azt, hogy miért is megy most el. Nos hát ez valóban egy életre szóló élmény volt. Más nagykövetek, mielőtt idejöttem, mondták nekem, hogy ez valóban a legizgalmasabb, legjobb időszak lesz az életemben, és valóban az is volt. Az volt a szándékom már a kezdetek kezdete óta, hogy az elnök első mandátumának lejártakor én majd visszavonulok, és hát úgy döntöttünk, hogy akkor inkább legyen ez novemberben, hogy a családdal tudjunk lenni a hálaadásra és a karácsonyi ünnepekre. Úgyhogy így jutottunk erre a döntésre. Néhány hónappal ezelőtt hallottam egy interjút, amit John Katznek adott egy New York-i rádióban, és ön elmondta neki, hogy először, amikor ezt a kiküldetést felajánlották önnek, akkor voltak kétségei, hogy talán nem ez lenne az álmai megbízatása, de hát mindenképpen az elnök kedvéért mégis elvállalta, és utána nagyon elkezdte élvezni, és nagyon megszerette a magyarországi tartózkodását. Mi az, amitől megváltozott a véleménye? Nos, hát én igazából soha nem álmodtam arról, hogy nagykövet leszek, ez nem úgy volt, hogy reggel felébredtem, és akkor azt gondoltam, hogy jó, nagykövet szeretnék lenni. Nem, eszembe sem jutott ilyesmi. Ami viszont eszembe jutott, az az, hogy hát egy csodálatos életünk volt New Yorkban a feleségemmel, 51 éve vagyunk házasok, van egy lakásunk Manhattanben, van Hamptonban egy nyaralónk, illetve egy csodálatos helyünk is van, a floridai Palm Beachben, a családunk New Yorkban van, a barátaink New Yorkban vannak, és hát egyszer csak hazamentem, és azt mondtam a feleségemnek, hogy drágám, csomagolj, légy szíves, Budapestre fogunk költözni, ahol nem ismersz senkit, nem beszéled a nyelvet. Ez egy nagy áldozat egyébként a házastársak számára és a család számára. Megpróbáltunk persze egymásra gondolni, hogy mi az, ami majd keresztül kell mennünk, de mint mondottam, ez volt a legnagyszerűbb élmény, amiben valaha is részem volt. Mi az, ami leginkább tetszett önnek Magyarországon? Most hát mi gyakorlatilag beutaztuk a világot, és hát a legtöbb híres városban, nyilvánvalóan van egy gyönyörű vár, Európában legalábbis nem nagyon lehet olyan országba menni, ahol nincs egy vár, van 2-3 csodálatos szálloda, és 3-4 nagyszerű éttermet is lehet ezekben találni. De ami egy várost számunkra nagyon vonzóvá tesz, azok az emberek. És ez az, ami itt Magyarországon megvan. Valóban a legmelegszívűbb, legvendégszeretőbb, legkedvesebb és örömszerető emberek vannak, ezt élveztük leginkább. Magyarországon és Budapesten élni az nem csak az örömről szól, hiszen volt önnek itt egy munkája is, nagyon keményen dolgozott, nagyon aktív volt ön. Milyen volt a kapcsolata, vagy milyen volt az együttműködése a magyar hivatalos szervekkel, illetve a ezek képviselőivel? Az ember megérkezik, ilyenkor köszön, aztán ki kell építeni a bizalmat, fel kell építeni a kapcsolatrendszert. Én olyan időszakban érkeztem ide, ami nagyon nehéz időszak volt, mert talán rosszabb nem is lehetett volna a kapcsolat az Egyesült Államok és Magyarország között, mint abban az időben, amikor ide érkeztem. Egészen más volt az érzet az Obama kormányzat részéről Magyarország irányában, és úgy gondoltam, hogy ezen változtatni kell, és Trump elnök úr is úgy érezte. És most tényleg nagyon örülök annak, hogy most, miután, mikor itt hagyom az országot, talán jobb nem is lehetne a kapcsolat a két ország között, mint ma.
Mi az, ami hiányzott akkor Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatából? Hát igen, Obama úgy érezte, hogy ez egy borzalmas ország. Úgy érezte, hogy itt nincs jogállamiság, és azok a szabadságjogok, amelyeket Amerikában szeretünk és imádunk, azok itt nem léteznek. És meg akartam győződni arról, hogy ez így volt-e vagy sem, és amire rájöttem, amit itt találtam, az az, hogy Magyarország megítélése az Egyesült Államokban, és a valóság, hogy Magyarország valójában mi, ez két külön világot jelentett. Úgyhogy amit én megpróbáltam elérni, az az, hogy ezt kifejezésre is juttassam a lehető leginkább az amerikai közvéleménynek. Most, hogy itt hagyom az országot, úgy gondolom, hogy talán még jobb lehetőségem lesz erre majd otthon, mint ami itt volt az országban. Ugyanabban az előbb említett interjúban John Ketzel azt mondta, hogy az amerikaiak többségének nincs teljesen egyértelmű világos képe Közép-Európáról, Kelet-Európáról és Magyarországról, hiszen Magyarország közös szövetségi rendszert és közös értékeket is oszt az Egyesült Államokkal. Mit gondol, mi a legfontosabb része az együttműködésnek és a kapcsolatnak az Egyesült Államokkal, amit az amerikaiaknak is tudniuk kéne? Először is azt kell tudni, hogy mind a ketten a NATO tagjai vagyunk. Nagyon mély történelmi gyökerek kötnek össze minket, Magyarországot és az Egyesült Államokat, és tudom, hogy mennyire fontos a történelem a magyar nép számára. Úgyhogy ez mindenképpen alapvető fontosságú, ez meghatározó. De az, hogy ennek az üzenetét el is juttassuk az amerikai néphez, hogy mi az a valóság, ami itt van, ez nagyon fontos. És talán az egyik legnagyobb hiba, vagy talán ha egy hibát megnevezhetnék a kormányzásban, vagy a népben, vagy ebben az országban, az az, és ezt nagyon gyakran el is mondtam nyilvánosan, talán már az ideérkezésem utáni második, harmadik hónaptól kezdve, hogy önök nagyon rossz munkát végeznek az PR-ben, önmaguk reklámozásában vagy eladásában. Hiszen annyi jó dolog történik itt, és olyan keveset hallunk erről. Általában inkább elhallgatják a jó dolgokat. Nem akarják másokkal tudatni, hogy jó dolgokat visznek véghez. Ha gondolja, egy példát is mondok erre. Emlékszem arra, hogy a Maccabi játékokat Magyarország rendezte meg az elmúlt nyár előtti nyáron, és hát az Egyesült Államokban mindenki azt gondolja, hogy hát antiszemitizmus szempontjából ez a világ legrosszabb országa, és hát borzalmas. Nekem is voltak aggályaim, mielőtt ideérkeztem. A Maccabi játékok során 3500 zsidó sportoló érkezett ide a világ különböző részeiről, családjaikkal, barátaikkal. Egy incidens nem sok, annyi sem történt. A legjobb időt töltötték itt. Áder elnök úrral elmentem a megnyitóra, elmentünk a záró eseményre. Egyetlen egy incidens nem történt, senki nem kiabált ki, hogy piszkos zsidó, akármik, semmi nem történt. Az Egyesült Államokban pedig azt se tudta senki, hogy a Maccabi játékokat Magyarországon rendezték meg. Fel sem merült ez. Megint csak ilyen elhallgatás volt, hogy nem adtak erről hírt. Nagyon sok példát mondhatnék erre. Nagyon sok jó dolgot, gyönyörű dolgot láttam itt Magyarországon, amiről senki nem tud, amiről senki nem beszél. Mit gondol, miért van az, hogy ilyen sok negatív prekoncepció övezi Magyarországot, miközben nem is ismerik Magyarországot valójában? Nos, hát tudja, itt lehet, hogy az a kritika fogalmazódik meg, hogy a sajtó egy picit túl konzervatív, meg egy kicsit talán egyoldalú. Az Egyesült Államokban viszont nagyon liberálisnak tartjuk a sajtót, a legtöbben így gondolják. És hát különböző olyan megjegyzések, kommentek látnak napvilágot, amelyek mögött nincs valóságtartalom. És ha az emberek ezt elolvassák, hogy ez egy totalitárius állam, mint ahogy ez nemrégiben megjelent, hát nem erről van szó. Nem így van, én semmi ilyet nem tapasztaltam, pedig 2,5 évet itt töltöttem. Ez egész egyszerűen nem létezik. Tökéletes ország Magyarország? Természetesen nem. De egyébként az Egyesült Államok sem tökéletes. Az alkotmányunkban azt mondjuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy még tökéletesebb legyen az Unió, azaz az Egyesült Államok. Tehát persze dolgokon lehet javítani, de ez egy csodálatos hely, és nem érdemli azt meg, hogy oly módon gondoljanak rá, ahogy azt a sajtó gyakran leírja és tálalja.
Most, hogy ön hazatér, érdekes és viharos időszak elé néz, ezt tudjuk, de mik a tervei a jövőt illetően? Azaz ugyanolyan aktív lesz, mondjuk, mint itt volt a diplomáciában és a politikában, vagy a pihenés ideje jön majd el? Hát az egyik legnagyobb aggályom, ami van, és természetesen a feleségem is osztja ezt, az az, hogy itt tartózkodásom során, és el se tudja képzelni, milyen volt a mai napom, a tegnapi napom, vagy egy héttel ezelőtti napom, szóval, hogy 100 mérföldes óránkénti sebességgel száguldok. És itt nincs egy villanykapcsoló, amit az ember lekapcsol, és akkor pillanatok alatt 100-ról 0-ra csökkenti a sebességet. Úgyhogy természetesen nagyon hízelgő volt, hogy sokan azt mondták, hogy el se hiszik, hogy 82 éves korban így tud az ember teljesíteni, és hát tényleg megtisztelő volt, hogy 82 éves korban is érdeklődnek utánam, és nagyon sok megtisztelő felkérést kaptam mind az Egyesült Államokban, mind Magyarországon, és mikor hazatérek, majd nyilván el fogom ezt dönteni, de szeretném fenntartani a kapcsolatomat Magyarországgal. Imádom ezt a helyet, és én biztos vagyok abban, hogy valami olyasmit fogok csinálni, aminek lesz magyarországi kötődése is. Mi az, amit hazavisz innen, és nem csak megfogható tárgyakra gondolok, hanem a szívében mit? Nos, én nagyon büszke New Yorki amerikai vagyok, de most van egy második hazám, és ez a második hazám, ez Budapest Magyarországon, ez az, amit magammal viszek. Akkor számíthatunk önre, nagykövet úr, hogy ön lesz Magyarország tiszteletbeli nagykövete az Egyesült Államokban és a világ többi részében? Ez nagyon tetszik nekem, ez az elképzelés, és mielőtt elmegyek, lehet, hogy felhívom miniszterelnök urat, mint ahogy az elnökünk is megtette néhány héttel ezelőtt, és meg fogom mondani, hogy miniszterelnök úr, mi van akkor ezzel a tiszteletbeli nagyköveti titulussal, aki tiszteletbeli nagykövete Magyarországnak az USA-ban? Lehet, hogy jó ötletnek tartja majd. Szerintem nagyon jó ötlet, köszönöm. Úgy tűnik számomra, hogy ön nem nagyon lelkesedik azért, hogy itt hagyja az országot. Hát igen, én nagyon-nagyon a szívemre vettem ezt, nagyon-nagyon emocionális a megközelítésem. Különösen a múlt hét volt nagyon érzelemekkel teli, de mégiscsak hazatérek a hazámba, a szülővárosomba, és a családomhoz. És nagyon sokszor elmondtam, hogy én egy egyke gyerek vagyok, és mindössze egy fiam van, és az ő felesége az nem is a menyem, hanem szinte a lányom. Nekik is van egy gyermekük, az én unokám. És hát az emberek soha nincs elég ideje az unokára. Úgyhogy visszatérni hozzájuk, ez mindenképpen kárpótolni fog azért, hogy elmegyek. De talán az egyetlen dolog, ami kárpótol. Nagykövet úr, nagyon szépen köszönöm az interjút. Köszönöm szépen, nagyra értékelem.